Nagy lépésre készül, ha a Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Értéktőzsdét akarja felvásárolni. Sok kudarcba fulladt kísérlet után most az utolsó nagy tőzsdefejlesztés következik. Ezt jelentette be Nagy Márton, az MNB alelnöke. Szerinte, idézem, ilyen erős tulajdonosa talán még soha nem volt a tőzsdének. A liberálisok remélik, nem is lesz. Bodnár Zoltán, gazdaságpolitikai szakértő a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Így gondolják, hogy akkor remélik, hogy nem is lesz? Nagyon reméljük, hogy a Magyar Nemzeti Bank vezetése felhagy ezzel az egészen hagymázos, beteges gondolattal, ami mellett semmilyen szakmai érv nem hozható fel. Elmondaná, hogy miért gondolja ezt? Hát, mert nincs szükség tulajdonosi szerepvállalásra a Magyar Nemzeti Bank részéről ahhoz, hogy a tőzsde működjék. Amiről a Nagy Márton ezen a mai konferencián beszélt, mindenféle összehasonlító adatokat felsorolva, hogy mekkora a magyar tőzsde kapitalizációja, és ehhez képest mekkora a kapitalizáció mondjuk Nagy-Britanniában, vagy New Yorkban, ezek önmagukban is nagyon vicces összehasonlítások. A londoni tőzsdét bármilyen szempontból összevetni a magyar tőzsdével, ezek teljesen evidenciák, amiket ő mond, hogy jó, persze a finanszírozás szempontjából a tőkepiacnak egy fontos eleme a tőzsde, ezt tudjuk, de az, hogy a magyar tőzsde úgy teljesít, ahogy teljesít, ennek az oka nem magában a tőzsdében keresendő, hanem az egész magyar gazdasági környezetben. Azt mondta, hogy nem lehet Londonhoz hasonlítani, hát persze, de lehet esetlegesen, nem tudom, Bukaresthez és Varsóhoz hasonlítani, lehetne, ugye ezt mondják. Hasonlítani, igen, na ez már lehetne hasonlítani, de nem azért nem teljesít a magyar tőzsde jól, mert a tőzsde, Budapesti Értéktőzsde tulajdonosai azok negligensek, vagy nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a magyar tőzsde jól teljesítsen, vagy rosszak a szabályzatok. Azért nem teljesít a magyar tőzsde jól mondjuk ezekhez a közép-európai tőzsdékhez képest, vagy teljesít alul, mert a magyar makrogazdasági környezet az pont olyan, amilyen. Ez egy teljes tévedés, szereptévesztés a Magyar Nemzeti Bank részéről, de ennek az az oka, hogy a Matolcsi és az ő baráti köre, ezek egészen egyszerűen nem értik ezt a piacgazdaságot, vagy ha értik, akkor nem szeretik, és egy ilyen tervhivatalként szeretnék működtetni a Magyar Nemzeti Bankot, amelyik megmondja, hogy mit kell csinálni, megmondja a bankoknak, hogy kinek kell hitelt adni, mennyit kell és milyen kamaton, megmondja a tőzsdének, hogy kit kell bevezetni a tőzsdére, és megmondja a vállalatoknak is, hogy kinek mikor kell a tőzsdére lépni. Igen, de azt mondta, ugye, hogy a makrogazdaság Magyarországon nem működik jól, de azt is lehetett látni, hogy ugye Bécs, Prága és Budapest forgalma erősen is csökkennek, torpant. Ugye hát ezek az értéktőzsdék sem haladnak. Valamit lépni kell, nem? De miért kellene valamit lépni, és miért gondolja a Nemzeti Bank, hogy az jelent bármit, hogyha ő lesz a részvényese a budapesti értéktőzsdének? Ön nem látja mi a bánatot? Dehogy nem, ez egy baromság az egész, de tényleg ez egy olyan sületlenség, zagyva, hagymázas gondolat, ami ott a Szabadság téren az urak fejében megfordul, amihez fogható nem nagyon van. Nincs a Magyar Nemzeti Bank banknak egyedüli tulajdonosként vagy főtulajdonosként semmi keresni valója a Budapesti Értéktőzsdén. Kizárólag akkor lehet valamilyen nagy hatása ennek a dolognak, ugye, mint legerősebb tulajdonos, ha milliárdokat elköltenek marketingköltségre, olyan nagyon sok rezsicsökkentés, tőzsdei rezsicsökkentés nem nagyon lehet csinálni, a részvényeknél ma sincs bevezetési díj, a forgalomban tartási díj az nem egy drámai teher a vállalatok részéről, azt nem értik ezek a szerencsétlen urak ott a Szabadság téren, hogy nem a tőzsdével, magával, mint intézménnyel van a baj, hanem a makrogazdasági környezettel. Tehát ön pedig abban látja a megoldást, hogy ezt kell fejleszteni. Hát az pedig egy súlyos szereptévesztés, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt hiszi, hogy neki dolga az, hogy beterelje a vállalatokat a tőzsdére, ez teljesen idegen a jegybanki szereptől. Ön azt mondta, hogy blödség ez az egész dolog. Az. Ma Szalai Berzevici Attila, a Bét volt elnök, azt írta a Facebook oldalán, hogy örömmel vettem Nagy Márton szavait a Budapesti Értéktőzsdével kapcsolatos MNB tervekről. Jó az irány, de fontos megemlíteni és kiemelni, hogy igazán pozitív és tartós fordulatot elérni csak a befektetői bizalommal lehet, és ezt vissza kell nyerni Magyarországon. Szóval, hogy ő azt mondja, hogy ez egy jó irány. Örülnék, hogyha az Attila megmondaná, hogy mit gondol jónak ebben az irányban, miközben saját maga is elmondja, hogy változás itt akkor van, hogyha a
makrogazdasági környezet, az egész szabályozói környezet más lesz, ha a befektetői bizalom visszatér, befektetők nélkül nincs a tőzsdén semmilyen forgalmi növekedés, mindaz pedig, amit Magyarország csinál, egyébként jelesül a Magyar Nemzeti Bank működésével, úgyis, mint szabályozó hatóság működésével, ez éppen nem a bizalom erősítését szolgálja, ettől semmi nem fog történni a budapesti értéktőzsdén. Meg hát fel is kell minősíteni Magyarországot, ugye? De hát föl kéne minősíteni, de ahhoz nagyon sok minden kellene, mert az, hogy varázsolunk néhány mesterséges, manipulált, trükközött számot majd az év végére a költségvetési hiányról, vagy az államadósságról. Ennél azért a hitelminősítő intézetek messzebb látnak, és ez kevés lesz a felminősítéshez. Szóval nem ez a megoldás útja. Hallgattam ma itt a híradót, az előző beszélgetés volt. Matolcsi György, nem tudom, hogy megtalálta önt? Kiszólt, nem? A festményekkel kapcsolatban, hogy kiszólt, őt piszkálják persze. Egyfolytában, vannak, akik itt felelősségre sem vonnak bizonyos szóval festmények. Matolcsi György, ez a szerencsétlen, úgy hazudik, mint a vízfolyás. Matolcsi György az által vezetett jegybank közleményben azt közölte júliusban, hogy miért dumálok én a Tiziano kép megvásárlása ellen, mikor az én alelnökségem idején 95 és 98 között 326 műtárgyat vásárolt a Magyar Nemzeti Bank. Matolcsi ma emelte a tétet, ő már 363 műtárgyról beszél. A liberálisok közérdekű adatigénylést kértek a Magyar Nemzeti Banktól, kértük az összes műtárgyvásárlás listáját 1990. január 1-től 2012. december 31-ig. Megkaptuk. No. A listán az első vásárlási tétel 2011-ben van. Ez ugye Járai Zsigmond elnökségének ideje. Az én alelnökségem idején egészen biztos, hogy az én utasításomra, az én jóváhagyásommal, vagy az én tudomásommal a Magyar Nemzeti Bank egyetlen darab műtárgyat nem vásárolt, ez egy egészen közönséges és egyszerű hazugság, de a Magyar Nemzeti Bank saját adatközlése szerint sem vásárolt műtárgyat a Magyar Nemzeti Bank ez alatt a 3 év alatt. Surányi György emlékezete szerint sem vásárolt műtárgyat, ez egy egészen közönséges otromba hazugság. A Matolcsi idején elköltöttek ebben az évben közel 8 milliárd forintot műtárgyvásárlásra, miközben Járai Zsigmond elnöksége idején összesen elköltöttek műtárgyvásárlásra 29,5 millió forintot. Szóval, és összesen 32,5 millió forintot költöttek el 1990 és 2012. december között. Nagyon bosszant tulajdonképpen, hogy ennek a szerencsétlennek ezzel a hülyeségével kell foglalkoznom. Valószínűleg pör lesz belőle, nem szívesen terhelném a fővárosi törvényszéket ezzel. Van nekik elég dolguk, de Matolcsi elég szívósan ragaszkodik, ez most már a sokadik alkalom, hogy ezzel a hazugsággal traktálja, most éppen a parlamenti bizottságot. Biztos a festmények a hibásak, nem? Nem a festmények a hibásak, hanem az urak ebben a megalomán egészen elborult elmélyű társaságot a Szabadság téren. Őket lehet számon kérni. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt. Kérem.